A délutáni órán is szeretettel köszöntöm nézőimet és testvéreimet, hívok mindenkit, hogy folytassuk a délelőtti gondolatokat. Az állítatom mai délelőtti igéit ketté választottam, és ennek a ketté választásnak a második része, a folytatás következik. Mielőtt imádkoznánk és igét olvasnánk, szeretném, hogy nagyjából lássuk, hol is tartunk, mi az, ami hallatszott délelőtt, vagy ellett mondva, és mi az, amire várhatunk most délután. Két fontos dolgot hangsúlyoztam ki a délelőtti igéből. Az egyik az, hogy legyen tökéletes bizalmunk az Istenben, vagyis bízzuk az életünket Istenre minden kérdésben. A másik pedig, szinte szó szerint így van az igében is, ragaszkodjunk a reménység hitvallásához, más szóval merjük reménységünket, vagy más szóval bizalmunkat megvallani az emberek előtt. Ez a két téma tulajdonképpen, hogyha összevetjük őket, az ember és Isten kapcsolatáról szól. Bizalom és reménység az ember szívében, az Isten felé. A délutáni órán pedig, ami most következik hamarosan, az egymás buzdítása jó cselekedetekre és szeretetre, másrészt pedig a gyülekezetünk el nem hagyásának szükségessége, ez lesz terítéke. Két olyan dolog tehát, amely az ember és ember közötti kapcsolatról szól, így tehát, mondhatnám, kiegészül a délelőtti ember-Isten kapcsolat, a délutáni gondolatok ember-ember kapcsolata lesz tehát terítéke. Tulajdonképpen olyan ez, mint az Jézustól tanult nagy parancsolat, amelynek első része az Istenben való bizalmat, az Isten szeretetét, teljes szívvel, lélekkel, erővel való odaszánást, és aztán a fele barát szeretetét kéri második felében. Az ember szeretet pedig olyan legyen, mintha ahogy a saját magunkat szeretjük. Szóval ez a kettősség, amit Jézus a nagy parancsolatban elmondott, visszaköszön a mai délelőtt és délutáni igényben, hamarosan tehát olyasmiről hallunk, amelynek nagy gyakorlati haszna lehet az életünkben. Most viszont imádkozzunk. Drága jó atyám, az, amit a Biblia tanít számunkra, sokak számára talán úgy tűnik, hogy egy szenteskedő beszéd, amelyet nem lehet megérteni, amelyhez már mi nem vagyunk képesek hozzá se szólni, de kiderül, hogy annyira gyakorlati és annyira mindennapi fontos dolgokat tartalmazó üzenetet szól számunkra te ígéd, hogy aki azt olvassa, kénytelen megváltoztatni az életét. Ezt szeretném, hogy mi is úgy változzunk az ige megismerése után, hogy ezzel be is töltsük az igének az üzenetét. Ebben segítsen meg, kérünk az Úr Jézus nevében, atyánk. Amen. Az ige tehát, amelyet rövidesen kibontva hallunk, folytatása délelőttinek a zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből a 24. és 25. versek lesznek. Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.
A távoli Kínában mai napig is nagyon szegény emberek is élnek. A dúsgazdagok mellett, falvakon, messze fenn a hegyek között nagyon nagy a szegénység. Egy ilyen szegény család adta férjhez a lányát, és a menyegzőn, amit megszerveztek, hát alig-alig sikerült a falat, jó falatokat, az ennivalót összeszedni. Innivalóra már nem tellett. Így hát szégyen vagy nem szégyen, az örömapa megkérte a meghívottakat, hogy mindenki hozza magával egy kancsó bort, azt öntsék bele a kikészített hordóba, és utána majd közösen fognak inni ebből. Ez volt hát a terv, ez volt a kérés. A ceremónia után, amikor elérkezett a vacsora ideje, a vendégek vettek egy korsót, és elindultak a mennyegzős ház felé. Persze az ember furcsán gondolkodik, és ez a furcsa gondolkodás akkor derül ki, amikor csapra verték a hordót, mert a hordóból bor helyett víz folyt. Tudnillik az történt, hogy mindenki azt gondolta, hadd vigyék csak a bort, inkább egy kis vizet viszek, azt beleöntjük, nem lesz semmi baj attól, kicsit hígabb lesz a bor, de meg lesz, és megmarad az én borom is. Sajnos így gondolkodott a nász nép teljessége. Így hát pont fordított dolog történt, mint amit Jézus végzett első csodájaként. Ő a vízből bort készített, ezek az emberek pedig borból vizet. Úgy is mondhatnám, egy kicsi szójátékkal, Kána Jézus első csodájának helyszíne. Kína az ember örökös hamisságának a helyszíne. Erre a történetre még majd visszatérek, szeretném néhányszor gondolatot emelni ki ebből, mert sajnos, ha nem is ilyen formában, és itt nyilván a borfogyasztás mindenki számára remélem érthető, egy jelkép, egy kísérő gondolat volt, tehát nem a borivásra akarnak ezzel buzdítani. A későbbiekben tehát visszatérünk. Azt mondtam, hogy két témánk van, két igéből, mind a kettő az ember és ember közötti kapcsolatról szól. Az elsőt így lehet röviden megfogalmazni, buzdítása szeretetre és a jó cselekedetekre. Ez tehát a gyülekezet egyik nagy feladata, hogy a gyülekezet tagjai egymást buzdítsák szeretet és jó cselekedetek elvégzésére. Ez ugyanaz, mint amit az imént említett Jézusi nagy parancsolatból a fele barát szeretetét jelentette, szeretni a fele barátot. A gyülekezet az a hely, ahol ezt a szeretetet egymás fölé tudjuk mutatni, egymásban fel tudjuk gerjeszteni, és ráadásul még a jó cselekedeteket is bátorítjuk, hogy végezzék el velünk együtt mások is. A probléma csak az, hogy ezt a gondolatot én már magam is annyiszor hirdettem, és minden elődöm biztos, hogy nem is egyszer beszélt arról, hogy szeressük egymást, gyerekek, és tegyük a jót, amit tehetünk, bűne az annak, aki nem teszi, és mégis úgy tűnik, hogy hiába. Mint az a bizonyos misszionárius, aki visszatért ugyanabba a gyülekezetbe egy év múlva, két év múlva, és másodszor is, harmadszor is az első évi prédikációját ismételte meg. Amikor ezért megszólították, és számunk kérték, hát más nem tud mondani, mindig ezt mondja. De tudok mást is, de hát még eddig ezt az egyet, amit az egyet prédikáltam, ezt sem tartották be. Hát így vagyunk mi is, tehát hirdetjük a szeretet és a jó cselekedetek fontosságát, de tudomásul kell vegyük, hogy amíg az óemberünk bennünk lakozik, erre az állandó figyelmeztetésre és emlékeztetésre szükségünk is lesz. Pál apostol szerint naponta meg kell öldököljük az óemberünket, de ez a naponta pontosan azt hirdeti, hogy nem akar meghalni ez a piszok, hanem újból és újból visszatér, feltámad. Ezért kiveri a fejünkből az legalapvetőbb isteni elvárásokat, például az, hogy szeressünk és jót cselekedjünk. Íme Zsidókhoz írt levél ebben segít, hogy el ne felejtsük a nagy feladatot. Persze nem mindegy, hogy hogyan szeretünk, hogyan teszünk jót. Jézus leleplezi azokat, akik csak színleg, külsőségekben élik meg az elvárásokat. A Lukács evangéliumában olvasok a hegyi beszéd, Lukács szerinti verziójában. Ha azokat szeretitek, akik szeretne titeket,
Mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. Kemény kritika. Egyszerűen párhuzamot von Jézus az ő tanítványai, az őt hallgatók és a pogányok között. Azok is köszönnek annak, akit szeretnek, tesznek jót annak, akit tisztelnek, a többi pedig nem érdekes. Hát bizony még a köszöntéssel is az emberek olykor valóban megteszik azt, hogy megválogatják, kinek köszönnek. Megvannak a favoritok, és megvannak azok, akikkel inkább nem folytatunk diskurzust, még köszönést sem. Hát ezért kell buzdítson bennünket szeretetre és jó cselekedetekre. Az ige, hogy ne legyenek különférezések közöttük. Az igazi szeretet, amit Jézus hozott, eljött a világba. Megünnepeljük, el is nevezzük a szeretet ünnepének, és addig nincs is baj, míg az Isten szeretetének az ünnepére gondolunk, nem az egymás megajándékozásának szeretet ünnepére. És ez a mennyei szeretet, amit Jézus hozott, betör a világba. Sajnos nem nagy sikerrel. János evangéliumának az elején azt olvassuk, a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Hát itt van a probléma, hogy a szeretet eljött, a világosság szeretete eljött, vagy a szeretet világossága, ahogy tetszik, de a világ nem fogadta be, az emberek nem fogadták be, a szeretet azért hiányzik még mindig közöttünk, mert nem fogadták be azt, aki hozta az igazi szeretetet, a mennyei világosságot, Jézust. Ez a szeretet volt az, ami őt áldozattá tette, ezért utálták ki maguk közül a zsidó vezetők. Mert másképpen beszélt, másképpen gondolkodott, másképpen tudta az embereket megközelíteni, mint ahogy ők tették. Ez a szeretet mindig is ilyen lesz, szálka sokak szemében. De akik Jézus követik, ebben is követniük kell. És akkor most a gyülekezetre térjünk vissza, mert a krisztusi szeretetre emlékeztetés színhelye a gyülekezet kell legyen. Ezért van a gyülekezet, hogy együtt legyünk és tudjuk egymást figyelmeztetni, egymást emlékeztetni. Mégis őszintén, sokszor úgy viszonyulunk a gyülekezethez, mint a kínaiak a borhoz. Úgy szeretnék volna, hogy én viszek vizet, de majd iszok bort. A többiek majd hoznak. Én elmegyek a gyülekezetbe, a magam terheivel, haragjával, szeretetlenségével, majd a többiek hozzák a szeretetet, az örömet, a világosságot, és majd kapok én is belőle. És mi történt a mennyegzőn? Mindenki vizet vitt, pedig mindenki bort várt. Sokan mondják, hogy elmegyek egy gyülekezetbe, egy közösségbe, és hát nem érzem jól magamat, nem szeretnek engem ott, kivetnek. Igen, mert vizet vittem és bort vártam. De ők is csak azt tették, hogy vizet vittek. Ha egy valaki vitt volna bort abba a boros hordóba, egy picikét jobb lett volna az a sok víz talán. Ha egy valaki a lelkében életet, világosságot, szeretetet visz a gyülekezetbe, már jobb ízű lesz az a gyülekezet, az az összejövetel. A gyülekezet feladata tehát az lenne, hogy feltöltsön, megerősítsen, szeretetet adjon. De ezt mi ingyen várjuk el. Ők a többiek adjanak, mi meg majd elfogadjuk. Nem? Milyen lelkülettel indul neki reggel a hívő ember a gyülekezetbe? Mi van a szívében? Vajon ott lesz az is, akkor arra kell üljek. Vagy másfele kell forduljak? Vagy úgy megy az imaházba, a gyülekezetbe, a templomba, hogy a szíve repes az örömtől, és alig várja, hogy kiálljon a gyülekezet el, és elmondja, mit tapasztalt meg az Úrral, hogy bizonyságot tegyen az ő életének új és új változtatásairól. Viszi a bort, hogy jól tartsa a többieket is. Sok ember tehát csalódik a gyülekezetben, mert vizet kap.
de amíg ő is vizet fog vinni, nem is lesz ez másképpen. Természetes elvünk a gyülekezeti tagok egymás iránti szeretetet kell adjanak. Ez kéne működjön, ezért van a gyülekezet. Ehhez kell az a bizalom, amiről délelőtt hallottunk. Amikor a zsidókhoz írt levél írója így fogalmaz, vagy mi így olvasjuk, hogy buzdítsátok egymás szeretetre és jó cselekedetekre. Itt a buzdítás szónál egy nagyon érdekes, megint csak nyelvtani, vagy szótári keresésből derül ki, hogy ez a szó, amit mi buzdításként kapunk, vissza tulajdonképpen nagyon furcsa, szóvatlan és ritkán használt szó, az ingerlés van ott. Figyeljünk egymásra, a szeretetre és a jó cselekedetekre ingerlésben. Nagyon érdekes, mert az ingerlés egy negatív töltetű szó. Ingerelni az valami rossz, hogy lehet felbosszantani valakit. De itt egy jó dologról van szó, egy pozitív hozadékú természetű dologot kell egy negatív töltetű cselekedettel létrehozni. Miért kell ingerelni egymást a szó nagyon jó értelmében? Mert ahogy mondtam, a szavak leperegnek rólunk. Mondhatjuk, hogy szeressétek egymást. A szeretet így, a szeretet úgy, nem sokat fog változni. Ez a tapasztalat. Azért mondja tehát, hogy nem csak, hogy buzdítsátok, hanem több legyen, ne csak szavak legyenek, ingereljétek, tehát késztessétek arra, hogy bort vigyetek, hogy a másik is egyszer arra gondolja, hogy hozok én is bort. Vagyis hát szeretetet vigyetek, hogy a másik is azt gondolja, a legközelebb én is hozok szeretetet. Az ingerlés nagyon furcsa dolog, de ha valaki fel akarunk állítani, és hiába mondjuk, hogy állj fel, ha megcsikoljuk a talpát, ingereljük, ha egy kicsikét meglökdössük, úgy ingereljük, csak fel fog állni. Ingereljétek egymást a szeretetre és a jó cselekedetekre. Tulajdonképpen ezzel egyféle versengés indulna meg a gyülekezetben, és hát a versengés azt nagyon jól ismerjük, hiszen az életünk telve van versengéssel, elsőségért, díjakért, jutalomért, vagy éppen előléptetésért, vagy hírnévért. Tudunk versengeni. De a gyülekezet az a hely, ahol a szeretetért kell versengeni, és a jó cselekedetekre való visszatásért. Ez az a hely, a gyülekezet, ahol nem azért kell versenyeznünk, hogy ki az első, ki legyen mindig a kedvenc, vagy a szószéknél ki szolgáljon többet, vagy ezer más dolog. Az elsőbségért való versengés bennünk van. Ki szeret a legjobban? Ki tud mindenkit szeretni? Ki az, aki nem csak mondja, hogy tegyük a jót, hanem ő maga is teszi a jót? Nem csak fogjátok meg és vigyétek, hanem fogjuk meg és vigyük. Ez a verseny, ez a szellemi verseny nem valamiért történik, egy célért, egy kupáért vagy éremért. Ez a verseny valamiből fakadóan történik. A Jézusban vetett, vagy inkább így mondom, az Istenben vetett bizalmunkon alapozódik. Mert akinek bizalma van az Istenben, aki tudja, hogy az ő útja már nyitva van, megvan, ki van taposva Jézus által, annak az embernek a földi élete is más minőségű lesz. Az nem azért fog versengeni, hogy mást elhagyjon, azért fog versengeni, hogy másokat is magával vigyen. Egy nagyon nehéz mondatot, de nagyon találót szeretnék felolvasni, lassan mondom és kétszer, hogy mindenki értsen. Ami nem szeretetből fakad, nem lehet jó cselekedet. A jó cselekedet szeretetből fakad. Tehát az összhang a jó cselekedet és a szeretet között így szól. Ami nem szeretetből fakad, nem lehet jó cselekedet. Tehát, ha nincs szeretet bennem, nem tudok jó cselekedni. Ami jó cselekedetet teszek, csak a szeretet által tehetem. Ezt mondja a második mondat, a jó cselekedet szeretetből fakad. A kettő tehát elválaszthatatlan egymástól. Aki szeret, jó cselekszik. Már csak azáltal is, hogy szeret. És aki jó cselekszik, nem tudja másképpen tenni, mint csak szerető szívvel. Amíg nem ingereljük fel a szeretetet a másikban, az csak víz lesz. De ha életünket Jézus kezébe tesszük,
az az élet borrá lesz. Ennyit tehát a szeretetre és jó cselekedetekre való buzdításról, azaz ingerlésről. És nézzük meg a második igeverset, a 25-et, amely szintén buzdítás, és pedig a gyülekezetben való megmaradásra. Így van ez az ige, amit sokszor sokan fegyverként használnak. Saját gyülekezetünket el ne hagyjuk, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást. Az Isten iránti tökéletes bizalom, az egymás szeretetre és jó cselekedetekre való ingerlésének helyszíne, ahogy mondtam az imént, az a gyülekezet. A gyülekezetben megmaradni, ott maradni, olyan, mintha zsarolná valaki, vagy az író zsarolná az olvasóit, maradjatok abban a gyülekezetben, ahol születtetek, ahol felnőttetek, ahol fiatalok voltatok, ahol a házasságotokat kötöttétek, ahol bemerítkeztetek, és így tovább. Ott kell maradnatok, mint valami középkori jobbágy törvény, röközkötöttségi törvény. Ott kell, ott születtél, ott kell meghalnod, abba kell járnod. Na persze valamikor ez szinte természetes volt, mert az emberek sokan még a szomszéd falut sem látták egész életükben, mert nem is jártak ott, nemhogy más tájakon. Ma a mobilitás miatt az emberek sokat járnak, mozognak, és valóban tudnunk kell és figyelnünk kell azt, hogy vannak szükséges helyzetek, amikor el kell menni a gyülekezetből. Ott kell hagyni a gyülekezetet. Vannak, akik ezt a vallás elhagyásaként értékelik, vagy bármi más negatívat látnak benne. Nem. Itt valami egészen másról van szó. Nincs itt röközkötöttségről szó, a Biblia ilyesmit nem tanít. Megint csak azt kell nézzük. Mit is jelent a gyülekezet, amiről itt szó van? A Bibliából jól ismerjük azt a kifejezést, hogy eklézsia, vagy eklészia görögösen. Magyarul régi magyarsággal szokták mondani a templomra, a gyülekezetre, az Isten népére, hogy az eklézsia. Az eklézsia tulajdonképpen, vagy az eklészia a világból kihívottak közössége, vagyis azok, akik hátul mögött hagyták a világot, és összegyűltek, és találkoztak Jézus körül. Úgy, mint abban az énekben, hátam mögött a világ, előttem Jézus. Ez az eklézsia. Tehát tulajdonképpen a gyülekezet azokról szól, akik éppen pünköskor, vagy pünkösd után, vagy bármikor meghallották a hívószót, hallgattak rá, hátuk mögött hagyták a világot, és egy új közösséget, azok közösségét alkották meg valahol egy városban, vagy egy faluban, vagy bárhol máshol, akik hisznek, bíznak az Istenben. Most ez alapvetően a gyülekezet. Az érdekes az, hogy a bibliai szövegben itt nem ez a szó szerepel. Egy olyan szót találunk, amit tulajdonképpen inkább összegyülekezésnek lehetne fordítani, és ez nincs messze attól, hogy gyülekezet. Bizonyos nyelvtani formában az összegyülekezés gyülekezetnek is nevezhető. Hogy jól értsük, hogy miről van szó, vagy mit jelent ez a szó, ami összesen kétszer fordul elő az Új Szövetségben, itt a zsidókhoz írt levélben, és a Tesszalonikaiakhoz írt első levél második fejezetében, el is mondom, mert abból a másikból jobban megértjük. Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét, és a hozzávaló gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, és Pál folytatja a tanítást, minket az érdekel az Úr Jézushoz való gyülekezésünk, az összegyülekezésünk, az egymással való találkozásunk. Erről van itt szó, amikor azt mondja, hogy buzdítás az összejöveteleken való megmaradásra, vagy az összejövetelekhez való ragaszkodásra. Magyarán tehát ne hagyjuk el az Isten tiszteleteket, ne hagyjuk ki az Isten tiszteleteket, ne hagyjuk elveszni azokat a drága lehetőségeket, amelyeket Isten előkészít, gazdagon megáld, mert soha nem jönnek vissza azok. A tegnapi vacsorát tudjuk, hogy ma már nem lehet megenni. Ezért van itt tehát buzdítás arra, hogy valahol valamilyen közösséghez tartozzál, de oda úgy tartozzál, hogy legyél jelen abban a gyülekezetben, hogy vigyél oda szeretetet, hogy buzdítsod jó cselekedetekre, ingereljed a testvéreidet, hogy legyen egy olyan közösség, amelynek minden tagja képes arra, hogy egy kancsó bort hozzon abban a nagy közös hordóba. Egy olyan közösséget, amelynek minden tagja lélektől megtelve, isteni örömtől áradóan jöjjön el az Isten házába,
ragyogó szemekkel, tágra nyitott, nagyra nyitott szájjal, bizonságtételt tevő szájjal, ajakkal. Azzal zárom, hogy négy tételt próbálok megfogalmazni, hogy miért fontos tehát a gyülekezet. Az első az, hogy a gyülekezet, ugye mások Pál apostol tanítja, a testhez hasonlít, a Krisztus testéhez. Ha valaki kimarad egy ilyen összegyülekezésből, úgy, mint akár még szervet, amit kiveszünk a testből, az el fog pusztulni. Önmagában nem tud létezni. És akik elhagyják a gyülekezetet, vagyis a közösséget, az összejövetelt, nézzük meg őket, hogy hol tartanak a hitükben. Nem felfelé, biztosan lefelé haladnak. A második dolog, hogy miért fontos a gyülekezet. Hogyan tartozhatok egy közösséghez, hogyha nem vagyok benne? Egy közösséghez tartozni azt jelenti, hogy rendszeresen látogatom. Legyen az, ahogy sokszor szoktam mondani, a Horgász Egyesület, vagy Sakkegyes, Sakkegylet, bármi más, a tagoknak elő kell fordulniuk azokon az alkalmakon. Ezért kell a gyülekezetben legyünk, hogy érezzük, hogy oda tartozunk, hogy vigyük alkalmanként a boroskancsonkat, és töltsünk a nagy közösbe. Érdekes, hogy az ősgyülekezetben ezt nem kellett mondani. A zsidókhoz írt levél 30 évvel születik meg a Jézus mennybe menetele után, de itt már emlékeztetni kell, hogy ne hagyjátok el az összejöveteleket. Ne ritkítsátok, ne találjatok kifogásokat. Itt fáj, ott fáj, rossz idő van, hideg van, meleg van, esik meg egyebek. Nem, mert ez az oda tartozásnak a jele, hogy elmegyek és jelen vagyok fizikai valóságunkban. A harmadik ok, vagy lehetőség, hogy miért fontos a gyülekezet, szükségünk van felidézni, hogy miért vagyunk mi keresztények. Ezt ott a közösségben tudjuk megtenni, amikor a másik keresztjénnel, a másik Krisztus követővel találkozunk. Egyedül megélni a kereszténységünket gyakorlatilag lehetetlen. Az egymással találkozás, az egymás biztatása, igen, az segít ebben. És végül nagyon fontosnak találom azt, hogy minden elmaradás az összejövetelről a nagy hitetőnek való engedelmességet jelenti. Mert ő az, aki ott sutogja a füledbe az ötleteket, a gondolatokat, hogy most miért is nem menjél. Ezer ötlete van. Mindig mástalan. De aki őre hallgat, aki az összejöveteleket úgy ritkítja, és úgy hagyja el, hogy alkalmanként, vagy nagyon ritkán van ott jelen, azt tudja meg, hogy minden alkalmat, amikor nem jön el, pedig megtehetné, természetesen vannak esetek, szükségszerű esetek, amikről most nem beszélünk, a szabad vasárnapokról beszélek, amikor nem használjuk ki a lehetőséget, az azt jelenti, hogy mindig a gonosz tanácsát hallgattuk meg. És ez nagyon elszomorító. Annak az Istennek, aki bizalmat vár tőlünk. Nem a megbont bizalmat, hanem a belévetett bizalmat. Spurgeonnek csodálatos mondatai vannak, egynek az idézetével zárom az ige hirdetésemet. Isten népének természete megkívánja, hogy összetartson, és testvéri közösséget ápoljon. És hozzáteszi igazi Spurgeoni természeti képpel, a vadállat magánosan kóborol az erdőben, a juhok nyájba tömörülnek. A vadállat magánosan kóborol a világban, a juhok összegyülekeznek. Légy te is, Jézus Krisztus juha. Amen. Drága jó atyánk, szorongatja szívünket az igének kemény szava. Rávilágít sok mindenre, ami hiányosság az életünkben. Olcsón szeretnénk, vagy ingyen sokat kapni. A gyülekezet az a hely, ahol kaphatunk, ha viszünk is. Ha beleadunk a közösbe, akkor mindenki jól jár, és mindenki számára ízletes, a menny ízét előre vetítő lesz minden alkalom, minden összegyülekezés. Bocsáss meg, Uram, hogy vannak alkalmak, amelyeket kihagyunk, mint lehetőséget, hogy veled és egymással találkozzunk. Ítélje meg a te lelked, és
Segítsél abban, hogy ne engedjünk a gonosz tanácsának, hanem érezzük a vágyat, a forró vágyat, hogyha bizalmunkat beléd vetettük, ezt a bizalmat ott a gyülekezetben, a közösségben osszuk meg egymással, és erősödjünk egymás hite által. Köszönöm, hogy kitaláltad, hogy létrehoztad, megvalósítottad a gyülekezetet. Elképzelhetetlen lenne számomra, hogy külön-külön éljünk ki a maga kis kuckójában, a maga kis hitének kuckójában. De nem, te adtad a gyülekezet összegyülekezésének lehetőségét, és mi ezzel kívánunk élni. Ebben segítsél meg bennünket, ezt a közösséget, Uram, és mindenhol, ahol az emberek a te nevedben jönnek össze, hadd érezzék annak fontosságát, hogy életet hoznak, sőt örök életet, amikor együtt vannak a nyáj juhai. Dicsőség néked, aki ezt megadod, és segítesz is abban, hogy megvalósuljon. Amen. Lesz itt a gyülekezetünkben. Szabó Rékát mutatjuk meg a gyülekezetnek és az Úrnak, ajánljuk az ő szeretetének figyelmébe ezt a kisgyermeket. Két hét múlva pedig október első vasárnapján a gyülekezet háladó napi ünnepét fog tartani. Készüljünk ezekre az alkalmakra, a háladó napra különösen bátorítok szolgálatokkal való készülésre is. Az Úr áldja meg mindnyájunkat a hét következő napjaiban, vigyázzon ránk, mi pedig gyűjtögessük a bort, hogy elhozzuk jövő vasárnap, hogy közösen tudjunk örvendezni a Szentléleknek drága, édes, részegítő italával. Amen.